nem volt remény. Hullottak az emberek. Miért engedheti meg egy szerető Isten ezt a poklot? A mai napig nem értem. A világtörténelem egyik legsötétebb korszaka 1938-ban kezdődött, amikor Hitler megkísérelte a zsidók szisztematikus elpusztítását. Mire végzett, a világ zsidó népességének egyharmadát eltörölte a föld felszínéről. Meggyilkolta, megsemmisítette. De azért volt néhány zsidó, aki a tengeren túl talált menedéket. Mások, a kevésbé szerencsések, Európában maradva, pincékben és padlásokon rejtőzve élték túl a szörnyűséget. Megint mások a koncentrációs táborokból kerültek ki élve, mikor véget ért a háború. Hogy lehet, hogy ezek a férfiak és nők, ezek a túlélők képesek tovább menni azok után, amin keresztül mentek? Hogyan tanulhatnak meg újra mosolyogni, énekelni, táncolni és nevetni? A most következő történetek azokról az emberekről szólnak, akiknek életét a holokauszt szétzilálta, de akiknek élete végül újraépült. Elmondják túlélésük történetét, beszélnek a reményről és a hitről. A hitről, amely a legkevésbé várt forrásból fakad fel. A zsinagóga tagjai nagyapám házában jöttek össze. Tehát igen, mi nagyon aktívak voltunk. A nagyanyám volt az egész város háziasszonya és istápolója. Mondjuk, ha volt egy család, ahol a lány férjhez akart menni, de nem engedhette meg magának, akkor elment a nagyanyámhoz, és a nagyanyámnak volt rá gondja, hogy meglegyen az esküvője. Apám barbér volt és kozmetikus. Saját üzlete volt Budapesten. Édesanyám háziasszony volt, néha varrónő. És ameddig vissza tudok emlékezni, nagyon-nagyon boldog otthonunk volt, amíg a háború el nem kezdődött, és amíg a dolgok el nem kezdtek valóban megváltozni. Minden második héten nagy lóvásár volt. Lókereskedők szálltak meg nálunk, zsidók. Mivel mi kóserek voltunk, velünk ettek, nálunk éjszakáztak, és aztán reggel indultak a vásárba. Ahol felnőttem, Prágában, ott sosem voltunk kitéve antiszemitizmusnak, sőt, a zsidók ott nagy megbecsülésnek örventek. Ne feledjük, ez Közép-Európa volt, nem Kelet-Európa. A tanár felolvasott a Stermából, ami egy zsidókról szóló német propaganda újság volt. Így a gyerekek nagyon-nagyon rossz képet kaptak a zsidóságról. Ezért, amikor egy órával később az iskolába mentem, körülfogtak és megvertek. Berlinben nőttem fel, de igazán nem sok mindenre emlékszem az akkori életemből. Azt tudom, hogy jártam iskolába, és 10 éves koromban Hitler hatalomra került, és ez nem volt jó. A gyerekek csúnyán kezdtek bánni velünk az iskolában, a legjobb barátnőm attól fogva nem lehetett a legjobb barátnőm, sőt, a barátom sem. Apám hazajött egy nap, és egy horogkeresztes zászló függött kinn az ablakunkban, csak nálunk. Apám kérdezte, mi történt? Előlépett a testvérem és válaszolt, én tettem ki a zászlót. Apám megkérdezte, miért? A tanárunk azt mondta, hogy Hitler nagyon jó ember. Hitler
és azt fogja tenni Németországgal, amit senki más nem tudna megtenni, majd adott nekünk zászlókat. Amikor van bűnbak, mondjuk egy zsidó, karikatúrák, amiket rendre a zsidókról rajzoltak és festettek, a nagy orrukkal, meg hogy ők pénzharácsolók, meg csalók, és ők az okai, hogy mindenkinek mindenféle problémái vannak. Mert a zsidók ezt meg azt teszik. Nos, ha valakinek semmije sincs, az előbb-utóbb azt mondja, igen, ők tehetnek róla. Pretty soon you say, let's blame him. She had the most horrendous smart. Borzasztó, önelégült vigyor jelent meg az arcán, és azt mondta, ti zsidók nem jöttök vissza soha többé, most pedig kifelé az osztályteremből. Amikor kimentünk, kőzáport zúdítottak ránk a lengyel emberek. Felnőttek és gyerekek, miközben válogatott szidalmakat szórtak ránk. Véresre sebeztek. Sokan közülünk nagyon véreztek. Ott voltam anyámmal abban a mára elhíresült Bergenbel szembetartó halálmenetben, és homályosan emlékszem arra, hogy alig tudtam már gyalogolni. És az anyám azt mondta, bírnod kell, különben lelőnek. Jobbról-balról lőtték az embereket, mert aki nem tudott gyalogolni, azt lelőtték. To walk was shot. 1939. szeptember 1-én a nácik bevonultak a szülővárosunkba, és az élet egyik napról a másikra megváltozott. Persze képzelhetik, mi történt a zsidókkal. Sokan elmenekültek, azokat, akik maradtak, az öregeket, a nőket és a többieket apránként elvitték koncentrációs táborba, és végeztek velük. Mielőtt a szüleimet elvitték, nagyon közel éltünk egy parkhoz. Kijártam apámmal sétálni oda, és persze mindketten viseltünk csillagot. És a parkban a padokra volt írva, hogy zsidók nem ülhetnek rájuk. És apám azt mondta, gyere, üljünk le. Mondtam neki, apa, nem ülhetünk le. Azt mondta, ülj le. Amint ültünk a padon, ahogy az várható volt, arra jött két katona, SS-ek vagy valami más. Jöttek, láttak minket a csillaggal, és mondták németül, keljetek fel, nem tudjátok, hogy nem ülhettek oda? Felkelni, piszkos zsidók. Apám felkelt, és azt mondta, hogy merészeltek velem így beszélni. Benyúlt a zsebébe, és kivett egy kitüntetést, amit a háborúban kapott, majd folytatta. Ott voltam az első világháborúban, hogy mertek velem így beszélni? He said, I was in the First World War. How do you dare talking to me like this? Finally, 1938. Végül 1938-ban volt a Kristallnacht, a kristály éjszaka. Ezen az éjszakán az összes zsinagógát megrongálták, és az otthonunkat is, minden ablakot betörtek. Sorba kellett állnunk kinn az udvaron, és apámat ütötték, verték. My father was beaten up. Három és fél évet töltöttem a legrosszabb koncentrációs táborokban. Először Theresienstadtban, a gettóban, aztán Auschwitzban, majd Hamburgban néhány hetet, és aztán Bergen-Belsenben szabadítottak fel minket. Ekkor elkaptak minket és visszavittek a gettóba. Azt gondoltuk, talán ez a legjobb hely, ahová mehetünk, hiszen családosok voltunk. Az élet a táborban? Hogy tudnád leírni a poklot? Nos, pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. Amikor felkeltünk, még sötét volt, először felsorakoztunk, hogy összeszámoljanak bennünket. Ötös sorban kellett felsorakoznunk olyan hosszan, ameddig ember volt. Elmentünk a gyárba, dolgoztunk, aztán amikor besötétedett, visszamentünk a barakba. Az élelmünk egy szelet kenyérből és egy csésze kávéból állt.
olyan cikória kávészerűség, és néha egy csésze leves. Ott kellett állnunk, hogy számoljanak minket minden nap. Néha ezzel telt el az egész nap. Mert voltak gyerekek a táborunkban, és 3 éves kortól ott kellett állniuk. Nos, egy gyereket kényszeríteni, hogy bármilyen hosszan álljon beszélgetés és motorgás nélkül, azt lehetetlen megtenni. Ha rajta kaptak egy gyereket, hogy legugolt vagy mondott valamit, akkor újabb 2 órát kellett állnunk büntetésből. Apám családjának nagy része a koncentrációs táborban halt meg. Nem értem miért. Abban biztos vagyok, hogy Istennek volt oka rá, de nem értem miért. Talán majd egy nap megkérdezem tőle. Amikor kijössz a koncentrációs táborból, nagy bűn tudod gyötör. Borzasztó bűnösnek érzed magad, mert látod az összes barátodat, és a sok ezer embert, akik mind meghaltak, és arra gondolsz, miért vagyok én életben? Fogalmam sem volt, miért éltem túl. Én nem voltam annyira agyafúrt és erős, de később világossá vált előttem, hogy Isten azért hagyott életben, hogy elhívjon az ő szolgálatába. Ebben biztos vagyok. Tífuszos lázat állapítottak meg nálam, agyvelőgyulladást, szívizomgyulladást. Természetesen a szív elégtelensége máig megmaradt. Csodával határos módon volt ott fent valaki, aki vigyázott rám. Így éltem túl, szinte hihetetlen. Az orvosok sem tudták felfogni. Újra meg újra megkérdeztem magamtól, mi volt a célja Istennek azzal, hogy megmentett, hisz olyan közel volt a tragikus vég. Én más vagyok. Én túlélő vagyok. Gyűlölöm ezt a nevet. Még mindig megrezenek, ha hallom. Nem volt ez különös valamit, én követtem el valami rosszat, és ezért. Aztán a bűntudat. Én túléltem, 6 millióan nem, idősebbek, mint én, képzettebbek, mint én. Én nem tettem semmit, nem kellett volna túlélnem. Nem szabadott volna. És a legtöbb túlélő ezt érzi. Ezért nem beszélünk erről soha. Eltökélt voltam és reménykedtem. Túl akartam élni. Sokan azért haltak meg, mert ők nem akarták. Teljesen elvesztették a reményüket. Istennek kellett, hogy legyen oka arra, hogy végigvitt ezen az egész időszakon, ezeken a rettenetes időkön, és a jó időszakokon is. Mert volt néhány csodálatos időszak az életemben. Amikor sok zsidó testvéremet megkérdeztem, hova mész, miután meghalsz, mindannyian csak azt tudták mondani, hogy 6 lábbal lejjebb, a föld alá. Tehát ezen az életen kívül semmi másban nem reménykedtek. Sok holokauszt túlélő kérdezte meg Istent. Miért? Hol voltál te, mindenható Isten, amikor ez a rémálom megtörtént velünk? Hogyan engedhettél meg ilyen szenvedést? Néhány túlélő teljesen elvesztette a hitét, mások pedig visszanyerték, mint Rose Price. Anyámat és a család többi tagját Treblinkában gyilkolták meg. 3 táborban voltam Lengyelországban, és 3 táborban Németországban. Állandóan vertek bennünket. Ez mind Jézus hibája. Mindig, amikor ütöttek, az őrök azt mondták, Jézus mondta nekünk, hogy üssünk titeket.
Jézus gyűlöl benneteket! Az utóbbi 2000 évben valamennyi kegyetlenséget, amit a zsidók ellen elkövettek, Jézus nevében tették, beleértve a táborokat is. Különösen a táborokban. Nekünk megállás nélkül mondták, hogy Jézus mennyire gyűlöl minket, mert mi öltük meg Jézust. Minden reggel a németek döntötték el, melyik számot válasszuk aznap. Egyszer a 4-es szám volt ez, máskor az 5-ös. Sohasem lehetett tudni, hogy melyik számon állsz éppen. Mert ez attól függött, kit fognak kiválasztani. És amikor kiválasztottak, akkor át kellett menni az egyik sorból a másikba. A különbség az egyik és a másik sor között az volt, hogy a másikban mindenkinek feltettek egy láncot a nyakába, a derekára és a bokájára, és hozzá láncolták az előtte és a mögötte lévőhöz. Nem lehetett szökni. Nem volt étel, nem volt szappan a tisztálkodáshoz. Zsírral dolgoztunk. Egy lőszereket gyártó gépnél dolgoztam, és be kellett mártanom a kezem egy vödör zsírba, hogy megkenjem a gépet. Mert a gépeket folyton zsírozni kellett. És nem volt szappan, és a zsíradék nem jön le hóval, vagy esővízzel, vagy, elnézést a kifejezését, vizelettel. Mert sokszor azt használtuk mosakodáshoz. Engem úgy neveltek fel, hogy Isten a minden. Isten reggel, Isten délben, Isten este. Isten szeret engem, én vagyok a szemefénye. Isten, 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 Isten. És egy nap körülnéztem, ahol voltam, 1941-ben vagy 42-ben, és azt mondtam, nincs Isten, anyám hazudott. My mother lied. Nos, milyen volt a kiszabadulás a táborból? Amikor az amerikai katonák megérkeztek oda, ahol voltunk, ahol fogva tartottak, egyikünk sem hitte el. Elkezdtük ütögetni, csipkedni egymást. És valaki előállt a megtorlás ötletével, nem kellett kétszer mondania. Én tudtam, mit akarok tenni. Meg akartam ölni Jézust. Tehát, hol él Jézus? A templomban. Vagyis mit tegyünk a templomokkal? Fel fogjuk gyújtani őket. Ha felgyújtjuk a templomokat, Jézus nem élhet többé. Akkor halott. És sok minden megtörtént. Annyi gyűlölet volt bennünk. És amikor visszatértünk a csoportunkhoz, újra együtt voltunk, megfogtam a nővérem kezét, és azt mondtam, ideje hazamennünk. A háborúnak vége volt. Egy ideig Németországban tengődtünk egyik napról a másikra. Sok minden történt. Útra keltem, hogy felkutassam a családomat. Egy idő múlva a nővérem férjhez ment, és kiment Izraelbe. Úgy volt, hogy utána megyek. Végül Amerikába kötöttem ki sok más körülmény miatt. Philadelphiában éltem, és röviddel a megérkezésem után találkoztam a férjemmel, házasságot kötöttünk. Isten gyerekekkel áldott meg, és sok dolog történt azóta. Aztán egy nap az idősebb lányom hazajött, és azt mondta, anyu, 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 én hiszek Jézus Krisztusban, ő a zsidó messiás. Egyszerűen képtelen voltam felfogni. Ugyanaz a Jézus, aki megölte az egész családomat, aki koncentrációs táborba juttatott engem, kísérleteztek rajtunk és vertek, majd megöltek bennünket. Hogy lehet hinni ebben? Hogy lehet hinni Istenben? Elég erőfeszítés nekem a saját Istenemben hinni, nincs szükségem más istenekre. Kidobtam a lányomat, mert hit ő benne. Elküldtem a férjemet abba a házba, ahol ő is hívő lett. Ezek után már nem akart velem jönni a zsinagógába, noha nekünk volt a legjobb helyünk. Hazajött, és felolvasta nekem a Példabeszédek 31. fejezetét. A fiatalabb lányom egy héber magániskolába járt, és hívő lett.
A fiaim nem akarták, hogy közük legyen a dologhoz, vagy hozzám, vagy az apjukhoz. Azt mondták, ez nem a mi dolgunk, hagyjatok minket békén. Volt egy békés, szeretettel teli házunk, Jézus belépett, és háborúság lett. Azt mondtam, majd én megmutatom nekik, megkeresem a gyilkos Jézust. Lementem az alaksorba, és bezárkóztam. Belenéztem a Bibliámba. Persze tudtam, hogy az én Bibliámban, amit a rabbitól kaptam, nincs benne Jézus, így hát félretettem. Felvettem a lányom Bibliáját, és elkezdtem olvasni. És olvastam, csak olvastam, aztán újra elkezdtem olvasni, mert biztos voltam benne, hogy elkerülte a figyelmemet, amit kerestem. 4-5 napot lehettem az alaksorban. Hanyagoltam a házi munkát, nem főztem, nem takarítottam, senkinek nem engedtem meg, hogy a közelembe jöjjön. Valóságos zsarnok voltam. Igen, olyan voltam, mint egy zsarnok. A sok napi olvasás után, hisz valójában nem csináltam semmi mást, a fürdőszobában ültem, és olvastam, és újraolvastam. És ezek után már nem tudtam semmilyen mentséget találni. Megértettem, hogy ő a bárány, nem az oroszlán, és nem ő ölt meg, nem ő jutatott engem a táborba, nem ölte meg a családomat. Ő halt meg értem. Tudod? Ő halt meg értem. Ő ennyire szeretett engem, hogy saját magát adta értem. Nem tértem át, mai zsidó vagyok. Izrael Istenét találtam meg, és az ő dicsőségére szolgálom őt. Amikor Rose olvasta az új szövetséget, olvasta János szavait, aki így hívta Jézust. Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Rose ekkor tudta, hogy Jézus az ő pészaki báránya. Sok túlélő gyerek volt a holokauszt idején. Ők még emlékeznek, ahogy tehetetlenül nézték, amint elviszik a családtagjaikat, minden nap azon tépelődve, hogy látni fogják-e egymást valaha. Ezt élte át Bob Kertész is. Apámat besorozták a magyar hadseregbe, és akkor még kisgyerekként csak a boldog pillanatok ragadtak meg az emlékezetemben, hogy hazajött szabadságra, és megigazítottam az egyenruháját, hogy fes legyen. Eszembe se jutott, hogy valóban rossz dolgok fognak majd jönni. Azt hiszem, az orosz frontra ment a magyar hadsereggel, és amikor Magyarország úgy döntött, a zsidók nem lehetnek többé a hadsereg kötelékében, attól kezdve aztán szinte úgy kezelték őket, mint a rabszolgákat. El kellett menniük árkokat ásni a csapatoknak a fronton, és ők végeztek el minden piszkos munkát. Anyukám betett minket, a testvéremet és engem egy olyan otthonszerűségbe, ami svájci védnökség alatt állt. Ezért aztán hozzánk nem nyúltak. Édesanyám egy ideig látogatott minket, de aztán megszűntek a látogatások. Nem tudtam, mi történt vele, de egyszer csak nem jött többé. Ebben az otthonban maradtunk. Amikor az otthonról beszélek, egy 20x20 méteres szobáról, akkor egy hatalmas lakosztályra gondolok, ahol 50 gyerek aludt gyakorlatilag egymás hegyén hátán. Hiszen mindegyik szülő igyekezett megmenteni a gyermekét attól, amit most már tudok, hogy koncentrációs táborba kerüljenek. Megtudtam természetesen később, hogy anyámat elvitték egy koncentrációs táborba, a Mauthausen elnevezésűbe. Igazából senki sem tudta, hogy mi történt vele, és természetesen apámról sem hallottunk semmit.
We haven't heard from my father. Amikor a gettót felépítették, eleinte még nem voltak falai. They did not have any walls yet made up. They had to get all the. El kellett vinniük minden nem zsidót arról a területről. Itt csak ellenőrző pontokat állítottak fel. My brother and I, I decided that I didn't like that ghetto. Úgy döntöttem, nekem nem tetszik ez a gettó élet. Mert ahogy mondtam, még csak gyerek voltam. Egy nap megfogtam fiú testvérem kezét, és amikor az összes nem zsidó, akinek mennie kellett a gettóból, mi ketten hozzácsapódtunk egy családhoz, akiknek volt néhány gyerekük, és letéptük a csillagot a ruhánkról. Kisétáltunk ezzel a családdal, és ők voltak annyira rendesek, hogy nem lepleztek le bennünket. Van egy nagynéném, aki még él, aki nem volt zsidó. Ő hozzáment az egyik nagybácsimhoz, és elmentünk hozzájuk. Ő természetesen félt, hogy rajta kapják, mert bújtat minket. Was of course scared that she would be found out that she's harboring us. Minket elvittek a rokonaikhoz, akik vidéken éltek. A testvérem ment az egyik úton, és én a másikon. Ezzel a családdal éltem néhány hónapig, de aztán a helyzetük tarthatatlanná vált. Így hát visszamentünk. Ekkora nagyanyám már halott volt. A gettóban ugyanabban az ágyban aludtunk a testvéremmel, amiben ő meghalt. Könyörögtem, és aztán Isten válaszolt az imádságaimra. Szüleim közül mindketten túlélték, és mindketten hazajöttek, ami már önmagában csodának számított. 6 hónappal a háború után jöttek haza. Csak én, édesanyám és a testvérem mentünk ki az Egyesült Államokba 1948-ban. 6-8 hónappal később jött apám is, és újra együtt voltunk. Bob hálás volt Istennek, hogy megmentette a családját. Hálája jeléül soha nem fordult el Istentől. Évekkel később egy keresztény barátja arra biztatta, hogy ismerje fel Jézusban a zsidó messiást. Barátom Gary Jerome már évek óta foglalkozott velem. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és én mindig azt mondtam, miért kellene nekem Jézusban hinnem? Hát van nekem Istenem. Volt néhány, nem vitánk, hanem inkább nagyszerű beszélgetésünk, és azt mondtam, miért kellene nekem megváltozni? Miért kellene nekem valaki mássá válnom? Sok időt vett igénybe, mire rájöttem, hogy én nem veszítem el a zsidó mi voltomat. Én csak hozzáadom ehhez Jézust, mint megváltómat. Belül még mindig zsidó vagyok, és örökké az is leszek. Sohasem fogok ezen változtatni. A sok biblia tanulmányozás majd a bibliaiskola után ismertem fel, hogy valaminek még kellett történnie a Tanak utolsó könyve óta. There's something more. Something must more must have happened, you know, after the last book of the Old Testament. Valaminek kellett, mert túl sok utalás van az Ószövetségben, hogy van egy eljövendő messiás, és hogy ez a messiás már itt van. Is a Messiah here already, and I just. Úgy gondolom, csak a hit az, ami megsúgja, hogy ez a helyes. Valójában nem tudom leírni, hogyan lehetséges, hogy egyszer csak hirtelen elfogadtam Jézust. Egyszerűen csak tudom, hogy igaz. Bob megtapasztalta az elszakadás fájdalmát a gettóban. De most, hogy átölelte a messiását, Jesuát, tudja, hogy soha semmi sem választhatja el őt az Isten szeretetétől. Amikor halljuk egy-egy túlélő történetét, megdöbbenünk azon, hogy volt erejük a folytatáshoz. Noha a fájdalom nem felejthető, gyógyulást és vigasztalást találtak Istenben. Sok évvel a holokauszt után Marion Parkhurst is elnyerte ezt a vigasztalást. Amsterdamban éltünk egy kis lakásban.
Először rettenetes élmény volt a bombázás. Minden éjszaka lent kellett ücsörögnünk, miközben hullottak a bombák, szörnyű volt. Pontosan tudtuk, milyen gépek voltak. Megtanultam megkülönböztetni a német, az angol és az amerikai gépeket. Tudtam a különbséget. Egy nap aztán elvittek minket, csak így, egyszerűen. Először börtönbe vetettek bennünket, egy holland börtönbe. Az még egészen jó volt a koncentrációs táborhoz képest. Aztán elvittek minket Westerbork-ba, a gyűjtőtáborba. Két-három hónapig maradtunk ott. Akkor marha vagonokba raktak minket, nőket és férfiakat, gyerekeket együtt, rettenetes volt. Alig volt valami élelem, büdös volt. Az emberek betegek voltak, borzasztó volt. Aztán a vonat megállt, és SS katonákat láttunk nagy juhászkutyákkal, és azt mondták, hogy Bergen-Belsenben vagyunk. Ide jöttünk. Borzalmas élmény volt. Nem is szoktam sokat beszélni róla. Amikor elvittek bennünket, három hónapos terhes voltam. Mindezek tetejében még várandós is. Szörnyű volt. Csodálkozom, hogy engem nem Auschwitzba vittek. Mert úgy tudom, minden terhes asszonyt Auschwitzba hurcoltak. Persze akkor még nem látszott. Egy három hónapos terhességet el lehet rejteni. Minden esetre a baba ott megszületett. Volt ott egy orvos, egy holland orvos, szintén rab, aki segített nekem. A baba beteg volt, és néhány nap múlva meghalt. Miután megszületett ott a gyermekem, meglehetősen gyenge voltam. Egyik nap nagy felfordulás volt a táborban, és hallottuk, hogy Mengele, a híres orvos Auschwitzból jött el hozzánk meglátogatni a tábort. Oda jött a mi barakkunkhoz. A táborvezető mutatta neki, hogy ez és ez az ember ágyban fekszik. Oda jött hozzám, és mondta, hogy keljek fel. Felkeltem. Azt mondta Mengelének, ennek a fiatal nőnek gyereke született itt, és meghalt. És Mengele azt mondta, jó, arcol tudtam volna ütni. Csak néztem rá, azt mondta, nos, te élsz, nem? Mondtam, igen, ennyi volt. Azt gondoltam magamban, mi mozgathat egy ilyen embert, nem tudom. De másnap valami egészen megdöbbentő történt. A következő nap Mengele a barakunkba jött, az ágyamhoz, ahol ültem, valamit tett az ágyra, és azt mondta, itt van, ezt vedd be. Segíthet a túlélésben. Nem hittem el, kiment és csak néztem. Egy nagy üveg vitamin. Ő adott nekem vitamint. Aztán elkezdtem gondolkodni, mi folyik itt. Kell, hogy legyen benne valami emberség, ugye? Auschwitzban ő csinálta az összes rettenetes kísérletet ezekkel a nőkkel, ezekkel az emberekkel. Hát ezt sohasem felejtem el. Különböző táborok voltak. Minden nap láttam nagy lovas szekereket megrakva hullákkal, meztelen testeket. Vitték őket valahová, nem tudom hová. Minden nap. Nagyon reménytelen helyzet volt. Állandóan éhesek voltunk. Az embereket, akik odamentek a szemetes kukákhoz, hogy kiszedjenek egy-két dolgot, nagyon megbüntették. Végignézni azt a sok szenvedést, tényleg nem tudom, hogy éltem túl. Egy áprilisi reggel valami történt.
Mi nem hallottunk semmi hírt, nem tudtunk semmiről, de valami történt a táborban. Az SS-ek rohangáltak körbe-körbe, és üvöltöztek, hadonáztak. Valami történt. Akkor bemondták a hangszóróba, fél órán belül mindenki szedje össze a holmiát, és induljon el. Kiürítjük a tábort. Adtak mindegyikünknek 8 centi kenyeret. A férjem ebben az időben nagyon lázas, súlyos beteg volt, alig tudott menni. Elindultunk gyalog az úton, körülbelül 2 mérföldet kellett mennünk. A férjem azt mondta, nem bírom tovább. Akkor láttam az embereket az út mentén, idősebb embereket, akik azt mondták, piszkos zsidók, keljetek fel! És ha nem tudtak felkelni, egyszerűen lelőtték őket. Így aztán mondtam Walternek, figyelj, muszáj mennünk, különben lelőnek. Nem tudom, hogy voltam képes rá. Gyakorlatilag én vittem őt. Mariont és Waltert feltették egy vonatra, amelyet néhány nappal később lebombáztak. Minden viszontagság ellenére valahogy túlélték, és újrakezdték az életüket. Lányuk Karen születése után elmentek az Egyesült Államokba, ahol zsidó hívők beszéltek nekik először Jézusról. We met Paul and Elizabeth. Találkoztunk Paul-lal és Elizabeth-tel. Jó barátaink voltak. Paul kezdett el beszélni nekem a hitről, és mondtam neki, Paul, ne veszegesd az időt rám. Kérlek, nincs semmi értelme. Egy nap azt mondta, Karen talán 3 éves volt, azt hiszem 3 vagy 4, na figyelj, ha ti hedonisták akartok lenni, akkor rendben, de mi lesz a lányotokkal? Elvihetjük a lányotokat a gyülekezetbe? Én vagy valaki más, érte jövünk. Azt mondtam, persze, miért ne? Menjen csak templomba. Így Karen elkezdett gyülekezetbe járni, és nagyon hamar kis bibliai versekkel jött haza, történetekkel, és azt akarta, hogy én olvassam el a történeteit. Így olvastunk Jézusról és mindenféléről, és emlékszem János 3.16-ra és a többi dologra. Kezdtem kíváncsi lenni. Felhívtam Paul Yates-t, és azt mondtam, honnan van mindaz, amit Karen hazahoz? Hol találtad ezeket? Azt mondta, a Bibliában. Erre mondtam neki, nekem nincs Bibliám. Megkérdezte, szeretnéd, hogy adjak egyet? Persze, mondtam. Így adott nekem egy Bibliát, és elkezdte tanulmányozni velem. És telt múlt az idő, és mondtam neki, tudod, olyan, mintha lenne egy fal, és nem tudok keresztül jutni ezen a falon. De akkor eljutottam a Jesaja 53-ig, és az nagyon eltalált. Többször tanulmányoztam, és igen, meggyőzött arról, ki a Messiás. Marion olvasta Jesaja szavait. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Nem tagadhatta, hogy akiről a próféta beszélt, az Jesua, Jézus volt. Néhány zsidó úgy élte túl a náci rém uralmat, hogy más országokba menekült. Sokukat elfogták, és kemény börtönéveket kellett kiállniuk. Eliezer Örbach volt az egyik közülük. A második világháború kitörésekor 17 éves voltam. Az élet egész jó volt. Aztán 1939. szeptember 1-én a nácik benyomultak a városunkba, és én 5 lengyel barátommal elmenekültem. Keletre mentünk. Először vonattal, majd gyalog. Aztán a náci hadsereg elfogott minket, és minden menekülőt, azt mondták mindannyiunknak, hogy menjünk haza. Így 4 vagy 5 hét után hazatértem, és láttam, hogy a nácik kisajátították az összes zsidó üzletet. Ezen felül minket, zsidó férfiakat, mindegy, hogy ki volt, csak zsidó legyen, elvittek munkaszolgálatra. Elküldtek árkokat temetni. Ezek légvédelmi árkok voltak, amelyeket egy héttel a háború előtt ástunk ki, ezeket kellett betemetni. A week before the war, we had to cover them.
16-tól 60 évesig minden zsidó embert kizavartak. Azt mondták, induljunk, elvittek minket autókkal a vasútra, az orosz határa szállítottak, akkor kinyitották a vagonokat és elkezdtek lőni. A zsidók pedig futottak. Volt egy zsidó barátom, aki elhozta hozzám a fivéremet, együtt voltunk 1940 nyaráig, amikor az oroszok számüzetésbe vittek minket Szibériába. 1 millió zsidó ember volt, akik Nyugat-Lengyelországból keletre menekültek. Nem tudták, mit csináljanak velünk. Feltettek bennünket egy vonatra, és Szibériába küldtek. Tulajdonképpen megmentették az életünket. Mert ha a Németország által elfoglalt Lengyelországban maradtunk volna, nem lett volna remény. Egy év után elengedtek minket Szibériából. Megpróbáltam csatlakozni a lengyel hadsereghez, de nem vettek fel. Így a testvérem és én megpróbáltunk átszökni Oroszországból Afganisztánba. A határon letartóztattak minket, 2 év börtönt kaptunk. A fivérem meghalt 1 év után. My brother died after a year. I survived after 22 hónapot húztam ki a szovjet börtönben. Aztán elköltöztem Brazíliába, a nagybátyáim hívtak meg. Egy üzemben dolgoztam. Egy fiatal ember, aki az üzemben dolgozott, tanúbizonyságot tett nekem, meghívott a gyülekezetébe. Néhány hét után elmentem, ez egy szombat este volt. Megnéztem egy mozifilmet, és ez a film a szívemhez szólt. And that first night I was a Saturday night. I watched a movie. Megvallottam, hogy hiszem, Jézus a megváltó. Jól emlékszem, 1955. május 5-én történt. Honnan tudom, milyen pontosan? Mert a munkatársam beleírta a dátumot abba a portugál bibliába, amit adott nekem. Még mindig megvan ez a biblia. Itt, ebben a házban nem látsz kereszteket, de látsz mezúzát mindkét ajtón. Bárki jön be ide, tudja, hogy ez egy zsidó otthon, de Jézus a mi megváltunk. Az Új Szövetségben Máté könyvében Jézus megkérdezi a tanítványait. Kinek mondotok ti engem? Eliézer Péterrel egyetértésben mondja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Máté 16:15-16. Zsidó családok vakmerő szökéseket vittek végbe, határokat léptek át, és sokszor közel kerültek a szabadsághoz, pusztán azért, hogy végül elfogják őket. A Slam család is ezek között volt, de Vera Slam még a haláltáborokban sem vesztette el a reménységét. Mi konzervatív zsidók voltunk. Pontosan megtartottuk a Pészákot nagy családi összejövetelekkel, 25 vagy 30 emberrel, és természetesen a főbb ünnepekkor is, mint a Rózs Hasana és a Jom Kipur. A dolgok kezdtek nagyon rosszra fordulni. Az utcákon is gyakran tereltek embereket, nyilván zsidókat, és megverték őket az utcán, és mindenfélére kényszerítették őket, és megszűnt a szabadság. Ki kellett tenni a boltokra nagy figyelmeztető táblákat Dávid csillaggal, hogy ez egy zsidó boltja. Ezért a nem zsidók ne vásároljanak ott, bojkottálták a boltot. Persze ez egyben jó célpont is volt. Gondolom tudja, hogy mi az a kristály éjszaka. 1938. november 10-e, én ezt ott éltem át, Berlinben. Édesanyám megszervezett egy illegális utat Hollandiába. Ez pénzbe került, nagyon sok pénzbe. El kellett mennünk a helyi vonattal a megadott határvárosba. Ott egy ember szegfűvel a kabátja hajtókájában felvett minket, a határhoz vitt, és az úton magyarázta el nekünk, hogy egy focipályára visz minket. Az egyik kapu a német oldalon van, és nekünk át kell futnunk a másik kapuig, amely a holland oldalon volt. És odaállt valaki fel fog venni minket. Ilyen hangokat fog adni, hogy c-c-c-c. És nagyon alapos útmutatást adott, hogy mit mondjunk abban az esetben, ha elkapnak minket, hogy ki ne derüljön, ő segített a határig. Mondta, hogy ne aggódjunk, 99%-ban biztos, hogy lesz ott valaki. És azt gondoltam, az autóban ülve 15 évesen, mi van azzal az 1%-kal? Persze, senki nem volt ott, hogy felvegyen bennünket. Ott álltunk 2 órán át, arccal egymás felé fordulva, hogy ha valaki zseblámpával jön, akkor a fény ne verődjön vissza az arcunkról. Apám végül döntött, hogy nincs értelme tovább ott maradni.
Lassan feljön a nap, elkapnának minket mindenképp. Ezért háromig számolt, és háromra visszaszaladtunk a pályán keresztül. A német határőr jött arra. Elfogott bennünket, és átadott minket a gestapónak. Emlékszem, mentünk apámmal, anyám és a testvérem mögöttünk, és én azt mondtam apámnak, ne aggódj, Isten kiment minket ebből. 1943. június 20-án körbejártak, lezártak minden utcát, és körbe mentek hangos bemondókkal. Minden zsidó készüljön el! Egyszerűen jöttek mindenkiért. Mindannyiunkat elvittek Westerbukba. Az egy tábor Hollandiában. És onnan együtt mentünk Bergen-Belsenbe. Átmentem anyám barakjába, és elbújtam egy takaró alá egy órára. Igazán félelmetes, de inkább ez, mint zuhanyozni menni. Mert zuhanyzásnál az embert betaszigálták abba a szobába, le kellett vetkőzni az őrök előtt, akik bámultak. És akkor belökték az embert a zuhanyzó helyiségbe, ahol éppen csak szivárgott a víz. Sok-sok alig szivárgó zuhanyfej. Négy ember jutott egy alá. Az éhezéstől már mindenki fakadások keletkeztek és fekélyek. Mikor hozzáértem ezekhez a testekhez, mindig sokkal mocskosabbnak éreztem magam. Azért csak folytattam a könyörgést Istenhez, hogy hozzon ki minket ebből a helyzetből. De soha nem vádoltam őt ezért. Sajnáltam azokat, akik azt mondták, elvesztették a hitüket. Emlékszem, hallottam egyszer, hogy egy férfi ilyesmit mond, és azt gondoltam, milyen kár, hiszen ezt nem Isten csinálja velünk. Vasárnap reggel felkeltünk, először a táboron kívülre vittek minket, és ott újra kellett zuhanyozni. Aztán adtak némi szilárd táplálékot, savanyú káposztát és krumplit. A megdöbbentő dolog, hogy miután 47 novemberében Amerikába jöttünk, elkezdtem, el tudtam kezdeni az egyetemet 48 szeptemberében, noha sohasem végeztem el a középiskolát. Ezért mondom mindig azt, hogy az én középiskolai tanulmányaim a rendszer áldozatául estek. Fogalmam sem volt, hogy mit akarok. Az egész életem az üldöztetésből állt. Nem gondoltam a jövőre. Csak arra koncentráltam, hogy a következő napot túléljem. És akkor egyszerre hirtelen lett jövőm, és fogalmam sem volt, hogy mihez kezdjek. Nagyon jól tanultam, így az utolsó évben bekerültem az orvosira felkészítő csoportba, ahol beszélgettünk a vallásról, ők kérdeztek tőlem, és én kérdeztem tőlük. És rájöttem, hogy nem tudok olyan sokat a saját hitemről, hogy válaszolni tudjak minden kérdésükre. Ezért egy meglepő döntést hoztam. Azt mondtam, amint befejezem ezt a képzést, és lesz egy kis időm, olyan keményen hajtottak minket, hogy valóban nem volt időm másra, el fogom kezdeni olvasni a Bibliát, és meglátom, mit akar tőlem Isten valójában. Mivel jobb ötletem nem volt, elkezdtem az 1 Mózes első fejezetét az első versénél, végül eljutottam Jesájáig, és megtaláltam a Jesaja 7:14-et. Azt mondja itt az ige, ezért ádjált néked az Úr maga, ími a szűz foga méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. Fontos rész az, hogy az Úr fogadni egy jelet, mert azt mondják, nem feltétlenül szüzet jelent. Tudom, hogy az almach kifejezés jelenthet mást is, de ebben a kontextusban biztosan szűz a jelentése. Mindig azt mondom, hogy az nem lett volna valami nagy jel egy nő számára, hogy fogan, mert én gyermekorvos vagyok, és nem lehetnék gyermekorvos, ha Istentől nagy jelnek számítana, hogy egy nő fogan. De azt hiszem biztos, hogy attól fogva már minden este kértem Istent, hogy mutassa meg nekem, hogy valóban Jézus-e a Messiás. Valóban azt akarja, hogy ő benne higgyek? Egy reggel felébredtem 6-kor, és egy csendes kis hang, nem hallható, vagy valami ilyesmi, azt mondta, igen, azt akarom, hogy higgy ő benne, és hagyd rám minden ellenvetésedet. Persze, mint minden más zsidó, én is azt mondtam, mit fog szólni a családom? Hogy tehetem ezt meg velük? Mit fognak a zsidó emberek mondani? A barátaim mit fognak mondani? Hogy mehettem át az ellenség területére? Ilyeneket. És aztán azt mondta Isten, bízd rám mindezeket. Vera őszinte szívvel kereste Istent, és rájött, hogy ő megtartotta ígéretét, amit Jirmeja próféta által tett. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Arra a meggyőződésre jutottam, hogy Izraelnek ma nincs áldozata. Ez a cselekedetek vallása. A 613 parancsolat, az úgynevezett Tárják Micvót, azt mondja, tégy igazat és élj igazul. Talán egyszer ez sikerülni fog nekünk valahogy, de nincs semmi biztosíték a túlvilágra. Az Új Szövetséget mindig azt mondták nekünk, kizárólag a nem zsidóknak írták, vagyis nem a mi számunkra. Mégis annyira zsidó ez a könyv. Vonzottam Jézushoz, de még azt éreztem, hogy zsidó emberként, átélve a holokausztot, és mindazokat a dolgokat nem vagyok képes hinni benne. Hogyan mehetnék át az ellenség táborába? És mégis, amikor olvastam, hogy mi elfordítottuk az arcunkat tőle, nem tagadhattam, hogy az egész fejezet Jézusról szól. És akkor arra gondoltam, ó, igen, ez King James fordítású Biblia is nyilvánvalóan elferdítették, hogy így hangozzon. Szóval ki volt téve az írás a zsinagógában, ahova jártam, és a következő péntek este kivettem az írást, és megkerestem a Jesaja 53. fejezetét, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy sohasem hallottam erről eddig. Menj, és bocsáss meg egy nácinak. Hogyan tudnál? Képtelen vagy. Csak Jesuában, csak általa vagy képes megbocsátani. És én azt mondom mindenkinek, légy önző, bocsáss meg, és kapj gyógyulást ezáltal. Mert tudod, ha nem bocsátasz meg, és a keserűséget magadban hordozod, és magadban tartod a meg nem bocsátást, azokkal leszel összezárva, akiknek nem bocsátasz meg, ugyanabban a cellában, ugyanabban a börtönben. De amikor megbocsátasz, akkor az Úr félretesz téged, és azokkal foglalkozik, akik bántottak. És hidd el, az ő bosszúja sokkal keményebb, mint amit te valaha is tehetnél. Miután hinni kezdtem Jesuában, elszállt belőlem minden gyűlölet. Nem kellett gyűlölnöm. Ez nagyon fontos volt, mert a gyűlölet valóban romboló hatású. Végül téged pusztít el. Figyelj arra, amit mondott Jézus. Hallgass meg őt, és utána foglalj állást. Ne vesd el pusztán azért, mert ez egy másfajta filozófia, vagy a gondolkodás más formája. Annyira nem is más. Itt valóban az életedről van szó. Valóban az örök életedről. És gondolkodtam rajta, és csak gondolkodtam. Aztán azt mondtam magamnak, miért? Hogyan vádolhattuk Jézust azért, ami a népünkkel történt? Az emberek tették, ő zsidó volt. Sohasem akart más lenni, csak zsidó. He never wanted to be anything else but a Jew. Ha Istenhez akarok tartozni, akkor el kellett hinnem, hogy amit ő mutat nekem, az igaz. És ha a Messiás, akinek jöttét az Ószövetségben a proféciák megjövendölték, ha Jézusról kiderül, hogy ő az a Messiás, akkor nekem benne kell hinnem, a holokauszt ellenére. Jézus a Messiás. Nincs más. És várakozhatunk a visszatérésére. Ez az egyik dolog. Eljött első alkalommal, és vissza fog jönni másodszorra. A feleségem gyakran mondja, nekem jó lesz akár ma este. Vedd elő a saját Bibliádat. 328 profécia van Bőrésittől Maleákiig. A héber írásokban az 1 Mózestől a Krónikákig olyan sok profécia van a szenvedő szolga eljöveteléről. Olvasd el! Csak olvasd el! És mondd le a saját következtetéseidet. Ki az, akiről beszélek? Azoknak a történeteit hallhattad, akik túléltek egy leírhatatlan rémuralmat, egy rémálmot. Ők már meggyógyultak. Békességük van, reménységük. Ugyanez a gyógyulás, reménység és békesség elérhető a számodra is.
az egy igaz messiáson, Jesuán, Jézuson keresztül. Ő az, akit a proféciák megígértek, az, akire vártunk, a zsidó messiás. Jesua Izraelben született, Betlehemben, Dávid városában. Zsidó anyától született, és egy tökéletesen szent életet élt. Szenvedett és kínhalált halt, hogy megfizesse a büntetést a világ bűneiért. Noha meghalt, mégis megmenekült. A halál nem tarthatta fogva őt. A sír nem tarthatta magában. Feltámadta halálból. Ez volt Isten útja arra, hogy engesztelést szerezzen a bűneinkért. A Jesuában való bizalom és hitáltal, a halálába és feltámadásába vetett hitáltal megbocsátást nyersz minden bűnödre. A múltbeliekre, a jelenlegiekre és a jövőben elkövetettekre. Reménységed és gyógyulásod lehet most, és bizonyosságod az örök életről Istennel a mennyben. Ha kész vagy személyes kapcsolatba lépni Istennel, Jézuson, a messiáson keresztül, elmondhatod ezt neki most. Ábrahám Istene, tudom, hogy vétkeztem ellened, és el akarok fordulni a bűneimtől. Hiszem, hogy Jesuát adtad nekem egyszeri és teljes engesztelésül a bűneimért. Ezzel az imádsággal bizalmamat Jesuába helyezem, mint megváltomba és uramba. Köszönöm, hogy megtisztítasz a bűneimtől, hogy nekem adod békességedet és az örök életet. Kérlek, segíts nekem, hogy megmaradjak a hitben, és napról napra jobban szeresselek téged. Ámen. Ha imádságodként mondtad ezt az imát, Mazel Tov! Isten meghallgatott és megbocsátott neked. Az életedet örömmel, békességgel és reménnyel fogja megtölteni. Kérdezheted, mi a következő lépés? Szeretnénk neked segíteni az Istennel való új kapcsolatod elmélyítésében. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy kapcsolatba léphess más zsidó emberekkel, akik ugyanabban hisznek, mint te. Kérünk, használd a válaszlevelet, amely a videóval jött, vagy jelentkezz a képen látható címen. A weboldalunk címe www.zsidókjézusért.org. Egyébként pedig, ha még nem győződtél meg arról, hogy Jézus a messiás, de nyitott vagy arra, hogy többet hallj erről és megvitasd ezeket a dolgokat, akkor is kérünk, keresd meg minket. Lépj kapcsolatba a Zsidók Jézusért közösséggel.